Van egy kedvenc cikkem, amit két évvel ezelőtt írtam. Az a címe, hogy 2018 kontra 1980. Én úgy gondolom, hogy ez az írás ma is aktuális, tehát azt a címet is adhatnánk ennek az anyagnak, hogy 2020 kontra 1980. Akik éltek már a 80-as és akár a 70-es években, ők biztosan valamilyen szempontból önmagukra fognak ismerni eme történet írás által és én úgy gondolom, hogy nagyon sokféle emléket, érzést felelevenít, ez a gondolatsor. Az biztos, hogy a 80-as években teljesen más volt. Minden, én sokkal jobban szerettem ezt az időszakot, mint a mait, emberségesebb volt, közvetlenebb, és nem, az anyag volt az úr, tehát nem csak az volt a lényeg, hogy ki mennyit tud harácsolni, nem volt ennyire. Erős a látszatvilág, a kirakat, sokkal többet foglalkoztunk egymással, egymás lelkiségével, ami szerintem már a totálisan kifogyott. Ennek a cikknek van egy alcíme is, ami így hangzik, hogy ma a kijelzőt simogatjuk régen egymást. Szerintem ez nagyon sok mindent elmond, elárul, és én úgy gondolom, hogy az előbb is pontosan erről beszéltem. Nagyon éles különbségek vannak, nagyon nagy a kontraszt, amivel szerintem nem túl könnyű szembesülni. Viszont én úgy gondolom, hogy nagyon jó, amikor az ember visszaemlékezik arra, hogy milyen életet éltünk egykor, mert nagyon sokat lehet meríteni ezekből az érzésekből, és azt is mondhatnám, hogy én is ebből táplálkozom. Nagyon örülök annak, hogy átéltem, vagy élhettem a 80-as években, és nagyon sajnáltam volna azt, hogyha később születek, Már többször elmondtam, hogy én nem lennék újra 20 éves, sőt, én a mai világban sem lennék az, mert nagyon kifordult önmagából. Nekem nem tetszik az a fajta szemlélet, ami ma dívik, de hát én úgy gondolom, hogy az elmúlt 330 előadás is pontosan azt a szemléletet tükrözi, ami egy sokkal kiegyensúlyozottabb, emberségesebb, értékesebb világot mutat be, vagyis amit én megmutatok, vagy elmondok ezen adások kapcsán, és úgy érzem, hogy azért valamilyen szempontból lehet érezni, a különbséget, és azt is gondolom, hogy akik még idősebbek, és a korábbi korszakokban is éltek, nekik még nehezebb feldolgozni azt, hogy már a mivé vált a világ. A cikket, ahogyan mondtam, két évvel ezelőtt írtam, de még nem készítettem el hanganyag formájában, viszont elég sokan olvasták, és ö, sokan kedvelték akkor, amikor ezt közzétettem, és hát úgy gondoltam, hogy érdemes lenne hangosabb formában is feleleveníteni ezeket a gondolatokat, hát ha ti is valamiféle analógiára leltek, főleg akkor, hogyha ti is átéltétek már ezt az időszakot. Találtam egy olyan zenét, ami visszahozza a 80-as évekbeli érzéseket, amikor még nem volt telefon, csak az utcán. Nem volt színes tévé, csak fekete-fehér. Leo ettünk és tejbolt is üteményt. Kétféle felvágottat lehetett kapni a suli büfében, parizert vagy olaszt. De még igazi volt a kakaó. Nyáron Bulgáriába mentünk, Varburggal, és nem féltünk. Sátorban aludtunk, vagy a kocsi hátsó ülésén. Jó volt a cicanadrág, meg a csősapka, hát bár az nem volt jó. Mindenkinek megünnepeltük a születésnapját együtt. A szülők szendvicset készítettek, én házi színházat. Belépőjegyet kockás labból. Nem a kirakat volt a lényeg, hanem a jelenlét. Alig volt kirakat. Röltex, keravil. Nem kértünk luxus cikket, csak mesekönyvet és mesét. Odafigyelést, törődést, tekintetet. Farsangon jelmezekbe bújtunk, állarcokat készítettünk. Másnap levettük, ma nem vesszük le. Nem arckönyv volt, hanem arc és könyv külön-külön. Azt sem tudtuk, hogy mi az a virtuális lét. Lepedőkből és párnákból építettünk gunyázt, vagy egész nap a játszótéren lógtunk, ahol nem volt játék. Maximum egy mászóka és egy homokozó. Nekünk jó volt a kitaposott út és a négyágú fa szintérnek, melynek üregébe szerelmes levelet rejtettünk el. Később nevettünk rajta, egymáson is. Nagy szó volt a banán és a narancs ma is nagy szó, mert lassan megfizethetetlenek. Ja, a narancsot ne emlegessük. Volt munka, élet, megbecsülés. Ma is van. Húsz óra munka, négy óra élet, nulla megbecsülés. A szülők kiváló dolgozók voltak, én példás úttörő. Ma nem vagyok példás, csak úttörő. Mert nem állok sorba, nem igazodom. Nincsenek millióim esetleg gépelt karakterben. Annó fillérekből vettem magamnak fagyit, puncsot és citromot. Ez volt a választék, de nem kellett más. A mentásat utáltam. Volt tavasz és ősz. Ma is van, ugyanazon a napon. Bolond időjárás mondjuk, persze mindig az időjárással van baj. Éveket vártunk arra, hogy bevezessék az otthoni telefont kibírtuk. Aki fontos volt, azt felhívtuk az utcai fülkéből. De felhívtuk. Ma nem hívjuk fel, pedig zsebünkben az eszköz, gomnyomást nyira a név, szívünkben az önzőség. Ma a kijelzőt simogatjuk, régen egymást. Filmes géppel tanultam fotózni, hetekig vártam, míg előhívták és nagyították a képeket. De legalább volt miért, kiért izgulni. Egy-két csatorna élt a tévében, értéket közvetítettek. Ma ezer van, érték sehol. Fröcsögés, önmutogatás, közöny. Bezzeg a mi időnkben. Már én is ezt mondogatom, negyven évesen. Akkor sokkal kitartóbbak voltunk, a mi volt a fontos. Ma az én. Törödj magaddal, suttogják fülembe. Én mással törödnék. Talán megengedőbbek voltak az emberek. Engedték, hogy szeressék őket. Ma megközelíthetetlenek vagyunk. Stárok, celebek, youtuberek. Akkor egy profi szakember volt a sztár, majd mondva csinált, inkább nem írom le. Romokban minden. Csak nem vesszük észre. Egyetlen megoldás lenne, az egymásba kapaszkodás. Mint a csíptetős moncsicsik, úgy lognánk egymáson. Ma bólogatos kutyát játszunk, vagy paprika jancsit. Esetleg mindkettőt. Már nincs felvonulás, május elsőjén, azaz van, de az másról szól, és nem május elsőjén. Annó egy férfi és egy nő volt a család alapja. Ma a nők férfiak, a férfiak nők, vagy fordítva, már én sem értem pedig próbálom megfejteni, miért eme zűr és k Jobb volt a 80-as években? Jobb. Határozottan. Én kiegyensúlyozottabb voltam, és talán jövőképünk is élt. Ma azt sem tudom, mit teszem holnap, vagy csak éppen annyit. Papír gyűjtöttünk az iskolában. Ma a mi papírjainkat gyűjtik, jó kis iskola. Lassan már külön szekrényt kell venni a hivatalos iratoknak. Bürokrácia, ridegség, elfordulás. Ez a jelszó. Néha nincs kedvem kimenni az utcára, pedig annó ott éltünk, mert lehetett. Jó volt találkozni. Volt kultúrmozi, matiné, vándorcirkusz, céllövölde, kakasnyalóka, vattacukor és lufi. Nézzük csak. Cirkusz most is van, de sajnos nem vándorolnak. Maradnak még vagy négy évig. Nyalóka? Én nem nyalok. Nyaljon, aki akar. A többi meg úgyis olyan, mint az üres léggömb. Tartalmatlan. Semmi sem változott. Szépen lassan épül le minden. Mi is. Veszítünk fényünkből, veszítünk erőnkből. És már a kijelzőm is megkopott.